Szekeres Adrien, Hooligans, Hobo, csak néhány név abból a több mint 100 előadóból, akik részt vehetnek a Raktár koncert sorozaton. A kormány egy hónapja döntött úgy, hogy a koronavírus járvány miatt elmaradt koncert és fesztivál bevételek miatt anyagilag támogatja a hazai könnyűzeneipart. Ez az 5,3 milliárdos csomag, amiből ugye 800 millió forint megy a cigány muzsikusoknak, és a maradék összeg az pedig ezekre a raktárkoncertekre tud fordítódni. Ebből legalább 150 ilyen koncert fog tudni megvalósulni. Ennyit lehetett eddig tudni, és azt, hogy a koncerteket az állami Antenna Hungária bonyolítja le. A 24.hu birtokába jutott az erről szóló bruttó 4,5 milliárdos keretszerződés. Alap azt írja, a koncertek szervezését és kommunikációs kampányát alvállalkozókra bízták, mégpedig Balási Gyula két cégére. A társaság közösségi oldalán több fotó is van a raktárkoncertekről. Azt a kormány szóvivő már a program bejelentésekor elismerte, hogy nem csak a zenészeknek jut a pénzből. Ebben az összegben minden technikai, tehát akár a zenekarok saját technikai költsége, akár a lebonyolítási, vagy éppen a streaming költségek is benne vannak. Szerettük volna megtudni a kormánytól, hogy a 4,5 milliárd forintból mennyi jut a zenészeknek, a stábjuknak, és mennyibe kerül a szervezés, illetve helyesnek tartják-e, hogy a fellépőknek szánt állami támogatás egy része nem jut el a címzettekhez, de adásunkig nem kaptunk választ. A kormánypártok szerint minden segítség számít. Örülök annak, hogy Magyarország kormánya erre is fordított gondot, hogy ez a szegmens is valamilyen módon segítséget kaphasson. A Párbeszéd szerint viszont elfogadhatatlan, hogy nem csak a bajba került zenészek kapják a támogatást. Hát ez egészen szégyenteljes, hogy a válságot megint arra használják, hogy a Fidesz közeli haveroknak a cégeit kitömjék. Balási Gyula cégei évek óta szinte kizárólagos nyertesei az úgynevezett állami kommunikációs keretpályázatoknak. Csak az idei második negyedévben 26 milliárd forint értékben végeztek kommunikációs és rendezvényszervező tevékenységet a kormány megbízásából.